Jó, mondjuk buliban nem én fogok kisminkálni, mert szerintem nem sokan mennének oda hozzád, ha én sminkálnélek ki. Temperát, szép napot mindenkinek, én Émet, de én vagyok, és ebben a videóban itt van velem Csőke Csenge. Sziasztok! Hogy álljon a békesség, torna óra, és temperát, szép napot, temperásat! És nagyon sok olyan videót láttam mostanában az interneten, hogy lányok festenek ki fiúkat, és gondoltuk, hogy most megpróbálok én kifesteni egy lányt, Csengét, és hát majd meglátjuk, hogy mi fog ebből az egészből kisülni, tartsatok velünk! Szóval mi is az első lépés, vagy mivel kell kezdeni, azt tudom, hogy alapozót, meg highlightert, meg ilyesmiket fel kell venni, de nem tudom, hogy melyik az, meg hogy mit, hogy kell. Szóval Csenge, kérlek, segíts nekem ebbe. Legelőször az alapozót. Igen, az alapozó. Az ez. Ez lesz az alapozó. És akkor ezt mire kell nyomni, vagy? Az arcomra. Ezt az arcodra nyomjuk rá. Igen. És ezt hova? Mármint, hogy van valamilyen fontos hely, ahova kell nyomni, vagy... A homlokodra, és ide két oldalra. A homlokodra. Igen. Gondolom, itt középre. Szimba. Az álladra. Igen. Igen. Az arcodra. Igen, meg majd az orromra egy kicsit. Meg az orrodra. Meg az orrodra. Jó. Na. És ha ez megvolt... Jó, ezt én ide félreteszem. Ez volt az alapozó. Jó. Ezt így... Körkeresen. Igen. Jó. Nem is kell ezt annyira oda nyomni, ahogy érzem. Picit hajtsd a fejedet. Így. Úgy. Nagyon jó. Jó lesz. Nekem így egyszerűbb húzogatni, hogy ezt úgy nem lehet. Ez a körkörözés, ez... Úgy sokkal szebben el lehet dolgozni. Körkeresen? Igen. Mi? Én eldolgozom minden, hogy várjál itt, hogy egy picit belelóg. Jó. Picit fordulj. Az orrodnak a hegyére egy picit csak alapozót raktam szerintem, vagy nem tudom, de eléggé előtt. Bement valami a szemembe. Na. Szépen az álladon is. Meg itt alul is, ugye, hogy így a... Igen, hogy ne üssön. Egybeolvadjon, vagy nem tudom. Na. Ezt olyan körkörösen csináltam, hogy egyáltalán nem körkörös volt, de egyébként jó lett. Vagy nem tudom. Szerintem jó. Aha. Igen. Na, nézd rá. Nézd a kamerába, hogy lássák ők is, hogy ez volt az alapozás, vagy nem tudom, alapozó. Igen, és most jön a púder, ami fixálni fogja az egészet. A púder, az ez lesz. Igen. Ez a púder. És... Na, csak sikerült kibontani. Szóval így néz ki a púder, és gondolom ez, mert ez már ide volt készítve. Jó, és ezt így bele kell nyomkodni, vagy igen. Ütögetni? Jó, így elég lesz. Jó. Igen. És most ezt ütögető, kicsi ütögető mozdulatokkal. Egy ilyen ütögetés, vagy nem tudom, az elég? Lesz ennyi, igen. Jó. Nagyon jó. Kész is vagyunk. Következő lépés a... Szemöldök. A szemöldök ceruza. Itt van a szemöldök ceruza. Ez a szemöldök ceruza. És... Nagyon jó. Úgy néz ki, mint egy sima ceruza. De nem az. Na, és akkor ezzel pedig így szépen ki kell húzni, vagy hát rajzolni. Hát először a formáját megrajzolod. De még kell rajzolni, ezt nem értem. És utána pedig a szálakat. Utána a szálakat. Jó. Egyébként nem vagyok rossz rajzoló, szerintem. Na, másik. Közben itt lekenem a sminket, szerintem az ujjammal, vagy nem tudom, de... Nem, ezt hogy lehet úgy megoldani, hogy ne érjek az arcodhoz, és ne kenjem el a sminket, amit már megcsináltam. Na. Jó. Szerintem egyébként meg is vagyunk. Következő lépés. Az a highlighter és a bronzosító. Highlighter, gondolom ez. Igen, és mellett van. És melyikkel kell kezdeni? Highlighter vagy bronzosító? Igazából teljesen mindegy. Hát akkor kezdjünk ez a highlighter. A highlighterrel fogunk kezdeni. Miért nem lehet ezeket könnyen kibontani? Jó, ehhez kell egy ecset. Ez? Nem, ez a fekete. Ez lesz az ecset. És akkor ezt ugyanígy gondolom bele kell így szépen igen. Húzogatni.
Jó, igen. És ezt az orrom, de csak a hegyére, egy kicsit. Igen. Igen, és itt ebbe a vonalba. Igen, meg a másik oldalt is. Igen. 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 Jó, következik a bronzosító. Revolution. Igen. És ennek ez? Igen. Jó. Nagyon jó vagyok. Elsőre eltaláltam, hogy ez az ecset kell hozzá, pedig van itt azért még egy pár fajta ilyen kicsi ecset, ez nem tudom mire jó, meg hasonlók. Jó, felvisszük a bronzosítót. Na. Ezt pedig... Ide. Jó. Ezt egy csíkba? Uh-huh. Vagy itt ütögetni kell? Ütögetni kell? Uh-huh. Jó. Akkor úgy csinálom. Eltaláltam. Jó, meg vagyunk ezzel is. Jöhet a következő lépés. Az pedig a szemhéj lesz. Szemhéj. Ott van három nagy paletta. Igen. Azok közül tudsz választani, melyiket három ilyen nagy paletta. Ez a három palettánk van. És ebből kell most választanom egy szint. Választ-e? Mit szólsz? Én választok. Aha. Legyen ebből valami. Jó. És melyik? Szóval ezt választottuk. És melyik legyen? Melyiket szeretnéd magadon viselni? Miért ilyen nehéz ezeket kinyitni? Na, igen. Valamelyik élénk szín legyen. Ezek a színek vannak a palettába, és válasz szint akkor. Legyen ez. Legyen ez a kék? Igen. Ez melyikkel? Bármelyik ecsetet használtad a kettő közül. Hát szerintem ezzel egyszerűbb. Jó. Jó, ez az ecsetünk, és akkor megmutatom. Ez a szín lett választva itt a sarkán. Ez a kék, vagy nem is tudom, hogy milyen kék, nem? Hát igen, kék. Hát elég furán fogsz kinézni kék. Na, picit lefújkálom, mert lehet, hogy nagyon sok lett így elsőre. Igen, és akkor ezt így szépen. Ezt mennyire kell a szemhéjadra, vagy én ehhez nem értek. Szóval ezt mennyire kell oda... Mindenhova. Igazából így elég, is utána a nagyobb fejű ecsettel. Igen. A elsetírozott körkörösen. Várj, még a másik oldalra ugyanúgy izé kell, gondolom. Na. Jó, és akkor most ez a... Most ez pont jó, mert így nem láttok semmit a jobb szeméből, de a végeredményt azt látni fogjátok mindenképp. Na. Szóval szépen megfestjük ezt a szemedet is. Már mindjárt kész vagyok egyébként. Csak még erre a szemedre szerintem, hát mondjuk, nem, szerintem ez így jó. Jó, és akkor ezzel az ecsettel pedig el kell így, hogy húzogatni, vagy elsatírozol. Körkörösen el kell satírozni. Jó, szerintem egyébként ennél jobb nem lesz, nem baj, húzni akartam, mert... Picit ott a szemednek az egyik sarkában olyan elég kevés minket raktam. Na, és akkor most következik a... Szempilla spirál. A szempilla spirál, az ez lesz. Fordítva. Ja, bocs, ez. Jó. Jöhet a szempilla spirál. Jó, mert... Húzogasd, vagy húzd le. Húzogassa? Az oldalán. Jó, igen. Jó, így jó lesz. Igen, és akkor melyik... részével kell, mert ugye ennek van kettő ilyen, vagyis ilyen fura íve van ennek a szempilla spirálnak, és akkor ezt melyik részével most, kell? Most tartom? Nem tudom. Így tartom. Jó, oké. Okay. És akkor hogy kell? Vagy te ilyenkor mit kell csinálni? Én belenyomom ezt a szemedbe, szerintem az nem fogod belenyomni, jó lesz. Jó. Egyszer lefele néz, egyszer fölfele, nem is értem. Nem is férek hozzá. Nézd le. Így jó lesz, mielőtt meg elrontom. Így. Egész jó. Ennyi? Aha. Úgy, ha lentről fölfelé csinálnád, könnyebb lenne. Összekentem már itt is egy picit. Na. És akkor alul is? Igen. De hát így nem tudom alul. Jó. Másik oldal. Igen. Nem tudom, hogy hova raktam. Ja, itt van. Most mi következik? Most jön a rúzs. Hú, nem rossz, bodaj, rendes, megizzadtam, annyira oda kell koncentrálni, hogy nehogy elrontsak valamit, mert hát eléggé furán néznék ki, hogyha én ezt elrontanám szerintem. Eddig még egész tűrhető. Jó, következő. A rúzs. A rúzs. Jó,
van három rúzs itt. Van egy ilyen rózsaszín, egy bordó, meg egy bőrszínű. Nude, igen. És melyiket választod? Melyiket szeretnéd választani? A nude-ot, ezt a bordót, vagy ezt a... Legyen a rózsaszín. Rózsaszín. Jó, legyen a rózsaszín. Kéket kéne igazából ehhez a... Mi a neve? Szemhéj, mi az Istenhez? Na, azt nem bírom már kinyitni. Na. És akkor ezt gondolom ugyanúgy majd le kell húzogatni, mint a szempilla spirálnál. Jó. Szépen lehúzogatjuk. Meg vagyok fázva, le vagyok betegedve. Na, és akkor ehhez kell így csücsoríteni, vagy valami, vagy csak ezt is már felviszem, nem és kész. Nem feltétlenül kell csücsoríteni hozzá. Jó. De azért csukd be a szád, mert a fogaidat nem akarom izé kirúzsozni. De tényleg, most hogy néznék ki rúzsos foggal? A fogról lejön egyébként. Ja, jó. Nem az old. Te neves. De csikis. Hát, nem tehetek róla. Én csak a sminkes vagyok. Nem úti? Na. Nagyon koncentrálok, hogy elrontsam, de már elrontottam, mert mozog a szád. Nem baj. Jó. Jó lesz ez így. Szóval ez én hibám. Hát ez nem lett valami jó, hogy őszinte legyek. Ez nagyon rossz lett. Majd ti is látjátok. Majd a videó végére beteszünk egy képet, hogy milyen lett végül is az egész smink, amit én föltettem a fejedre. És igazából majd ti is látjátok, hogy lehet, hogy most így videón keresztül nem annyira jön át, hogy hogy néz ki, de a képen látszódni fog, azt garantálom. Na, van még valami, vagy akkor... Ennyi volt. Szóval ennyi volt az alapsmink. Igen. És ezt így mikor szoktátok használni? Mert igazából, hogy én őszinte legyek, én, amikor buliban meglátok egy ilyen nagyon szétsminkelt arcú lányt, hát nekem az nem annyira jön át. Szóval ez egyébként még tűrhető. Én körülbelül így megyek bulizni. Tehát, hogy nálam ez így a maximum is. És szerintem ez még teljesen rendben van. Jó, mondjuk buliban nem én foglak kisminkelni, mert szerintem nem sokan mennének oda hozzád, ha én sminkelnélek ki. Hát ennyi lett volna nagyjából ez a videó. Majd a képet azt ide, vagy nem ide valahova, a csenge helyére oda fogom illeszteni. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, hamarosan jövünk a legújabb videóval. Sziasztok! Sziasztok!